Sziasztok! Rozé kacsa mellett fogunk ma készíteni. A szükséges hozzávalók: kacsamell, só. Első lépésként a sütőt 160 fokra légkeverésre fogom állítani, és mire a sütő felmelegszik, addigra el fogunk készülni a kacsamell előkészítésével. A rozé kacsamell sütésének sikere a sütési idő helyes megválasztásán múlik. Lemérjük a kacsamellet, 1 kg, ezt az 1 kilós, nagyjából 1 kilós kacsamellet 20 percig fogjuk majd a sütőben készre sütni. Első fázis a kacsamell megtisztítása. Nagyon éles késsel a hártyákat leszedjük róla. Hártyázás közben ezt a két lebernyéget is, ami ugye a kacsamelleken van, ha rajta van, nem mindegyiken van rajta, de ezen rajta van, akkor ezt is eltávolítjuk éles késsel. Ezek nagyon finomak, külön meg lehetne őket sütni, nem szabad kidobni. Miután a két lebernyéget leszedtük róla, és nagyjából 99%-ig lehártyáztuk, meg is formázzuk a kacsamellet, ketté vágjuk. Ha van rajta esetleg ilyen szőrtűsző, vagy szőrök találunk még rajta, akkor azt levágjuk róla. Illetve amennyire lehet, szépen formára igazítjuk. Ezt nem dobjuk el, ki fogjuk majd sütni. Nos, a kacsamelleket sikerült szépen megformáznunk, most már csak egy dolgunk van, a kacsamell bőrét be kell szépen irdalnunk, hogy gyönyörűen tudjon belőle majd a zsír kisülni. A bőr beirdalásának legfontosabb eszköze egy borotva éles kés, ezzel fogjuk szépen csak a bőr felületét megvágva beírdalni a kacsamelleket. Nem szabad a húsig vágni, csak a bőr felületét kell bevágni, azt viszont teljesen. Nagyon éles kés kell hozzá. Ha megvan, fordítunk rajta. Az a célunk, hogy nagyjából ilyen rombusz alakú bevágások legyenek. Ha ügyesek vagyunk, akkor a végén nem csak nagyon finom, hanem nagyon szép is lesz majd a rozé kacsamellünk. A következő fázis a kacsamellek besózása. Én a bőrös felét is alaposan beszoktam sózni, és a húsos felét is. Amit még itt el kell mondani, és nagyon fontos dolog, hogy kacsamellet sütni csak szobameleg húst lehet.
tehát a húst, sosem a hűtőből kivéve, vagy a fagyasztóból éppen felengedve kivéve fogjuk sütni, hanem legalább 3-4 órán keresztül a konyhában egy törölközővel, vagy egy kéztörlővel, vagy egy papírtörlővel lefedve, de legalább 3-4 órát áll a konyhában, hogy szobahőmérsékletű legyen a hús. A sütésnek ez az egyik titka. A kacsa melleket a bőrös oldalukkal lefelé helyezzük a serpenyőbe. Hideg serpenyőbe. Majd feltesszük a lángra. Mint látjátok, a mi tűzhelyünkön két közepes, egy nagy és egy kicsi láng van. Én a kacsa mellett a közepes lángon, de teljes gázon szoktam sütni. Mindenféleképpen érdemes egy szilikon frecsenés gátlót rárakni a serpenyőre, mert az a tapasztalatunk, hogy nagyon fröcskölni tud, és nagyon csúnyán összekoszolja az egész tűzhelyet. Hideg serpenyőbe azért tettük, hogy a bőrből a zsír szépen lassan elkezdjen kiolvadni, ne égjen meg a bőr, ne kezdjen el a bőr még barnulni, hanem szépen lassan, fokozatosan olvadjon ki belőle teljesen a zsír. A sütési idő körülbelül itt a serpenyőben, a lángon az olyan 2x5 perc lesz körülbelül. Egyik oldal plusz másik oldal, de ez nincs igazándiból előírva. Itt egy dolog fontos, hogy meg kell nézni, hogy milyen színe van a bőrnek, és ha megfelelő színű a bőr, illetve amikor majd megfordítjuk, és megfelelően sikerült lekérgeznünk, megfelelően barnára, aranybarnára sikerült sütnünk a kacsamell másik oldalát is, akkor leszünk készen, és akkor fogjuk majd betenni a sütőbe. Ez oldalanként 3-5 perc körülbelül. Mivel a kacsamellnek a kiengedett zsírját szeretnénk majd felhasználni, ezért most a kacsamelleket kiteszem egy pillanatra egy tányérra, és a serpenyőből a zsír, mielőtt még nagyon megbarnulva megégne, kiöntöm egy másik tányérra, és már teszem is vissza a kacsamelleket. Öt perc telt el, ezt szerettük volna elérni, gyönyörű barna lett a bőr, most megfordítjuk, és megkérgezzük a kacsamellnek az alját is. Közben mellé dobjuk azt a két lebernyeget, mert itt nem kell majd olyan sok idő, és akár a levágott hájakat is mellé tehetjük, hogy kijön ki abból is a zsír. Két percnél járunk, ennek még kell egy pici. Ezek a húsok is nagyon gyorsan megsülnek. Én meg szoktam kérgezni az oldalát is, amit úgy csinálok, hogy a kacsamellnek, a kacsamellet az oldalára fordítom, és az oldalát is lesütöm. Ez ugye azért fontos, hogy teljesen bezárjuk a rostokat, tehát az összes nedvesség benne maradjon a húsba, ne jöjjön ki belőle a sütéskor semmilyen nedvesség, zárjuk le a húsomrostokat. Közben a lebernyőket kiszedem,
Hát ezeknek már nem kell több, nagyon kis pici darabok voltak. Azok annyira picik, hogy azokat már biztosan fogjuk tenni a sütőbe. Azok kész is vannak. Egyik oldal. Ezekből pedig kis finom töpörtű lesz. Ezzel kész vagyunk, és most áthelyezzük a sütőbe. 20 perc, 160 fok, légkeverés. Lejárt az idő, a kacsamell kész van. Kivesszük. Rövidesen készültünk, a másik darabot betesszük. Akkor a stoppert újraindítjuk, és ami a legfontosabb, a kacsa mellett ki fogjuk tenni tiszta tányérra, és le fogjuk takarni, pihentetni. Amennyi a sütési idő volt, annyi ideig kell lefedve, alufóliával letakarva pihentetnünk. Most megnézzük, hogy a kis meósunknak is ízlik-e a rozékacsamell. Csak egy kis töpörtű darabot kap. Feküdj! Ülj! Lábhoz! Ókos! Jaj, de finom ez a kacsamell! Letelt a következő 20 perc is. Kivesszük a második adagot is a sütőből. És tányérra tesszük. Olyan illatok vannak, hogy a kiskutya se bír magával. És ezt a második adagot is, ugyanúgy az első. Fóliázzuk, és 20 percre kihentetjük. Félregatjuk. És íme a kacsamell, ami 20 percet pihen. Gyönyörűen kiengedett maga alól egy kis húslevet. Ez nem vér, húslé. És vágjuk fel, nézzük meg, mit sikerült. Íme. A tökéletes rozé kacsamell. Puha, mint a vaj, szaftos és finom. A rozé kacsamellet mi a 20 perces pihentetés után rögtön frissen szoktuk tálalni, de a maradékot el szoktam rakni a hűtőbe, és másnap felvágottként, vékonyra vágva, kenyérre téve, fantasztikusan finom. Jó étvágyat kívánunk hozzá!